A tánc világnapjának megünneplése szabadtéri bemutatókkal. A Szekszárdini Táncfesztivál és kétnapos retro majál is. Ezek a programok is jelzik, hogy mozgalmas tavasz elé néz Szekszárd város kulturális élete. Mindenről sajtótájékoztatón számolt be Berlinger Attila, a Babics Kulturális Központ igazgatója. A következő napok gazdag kínálata mellett arról is szó esett, kialakulóban van a Városi Gyereknap programja, és a szerződések aláírásánál tart a Pünkösdi Hall és Vadünnep fellépőivel is a folyamat, ennek megfelelően már látszik a házszakmai stábja komolyan gondolja, hogy a Covid előtti időben megszokott méretű és minőségű rendezvényekkel kívánja szórakoztatni a város és környékének lakosságát. De ennyire még ne siessünk előre, hiszen a következő napok is érdekes szórakoztató lehetőségeket kínálnak. Elindulhatnak végre azok a szabadtéri rendezvények, amelyeket hosszú évek óta most már várunk, és erre nincs is kiválóbb alkalom, mint egy igazi majális a Prometheus Parkban, amely visszahozza a régi idők ízét, azt a fajta retro hangulatot, amelyet olyan nagy szeretettel fogadtunk akkor is, és úgy gondolom, hogy most is a város lakossága. Ezen a hétvégén nagyon gazdag programkínálat várja Szekszárd lakosságát. Április 29-én a Tánc Világnapjával indítunk mi is, amely kiválóan csatlakozik a Szekszárdi Néptánc Fesztiválnak ahhoz a programjához, amely a Babics Mihály Kulturális Központban több mint 500 táncost vár majd az ország minden részéről. Mivel május 1-e vasárnapra esik, ezért kollégáimmal együtt úgy döntöttünk, hogy egy kétnapos retro majálist varázsolunk ide a város központjába, és mind szombaton, mind vasárnap lehetőséget adunk a városi civil egyesületeknek, szervezeteknek, tánccsoportoknak, gyermekfellépőknek, és mindazon szereplőnek, aki ezt a retro majálist, akik ehhez a retro majálishoz hozzá tudnak járulni. Lesz kutya szépségverseny, főzőverseny és számos fellépő is. Így például a legendás Derbi zenekar is újra színpadra lép, és a program csúcspontján egy igazi magyar retro sikercsapat, a TNT szórakoztatja majd a közönséget. Már szó esett arról, hogy 500 táncos részvételével 4 év után ismét megrendezésre kerül a nagymúltú 1968 óta létező Szekszárdi Néptáncfesztivál. 12 együttes jön, az ország legmagasabb minősítésű együttesei. Évtizedek során ez a fesztivál egyre magasabb minőséget hozott. Ez mindig az együttesek, akik ide érkeznek, azok határozzák meg a fesztivál minőségét természetesen, és nagyon szépen kialakult, hogy a kiválóan minősült együttesek érkeznek ide. Már 1968-ban, amikor megalapították, megfogalmazódott egy kiírás, hogy a koreográfusok és az együttes vezetők figyelmét ráirányítsák a kismagyarországi területekre, legfőképpen a nyugati dialektusra, ami a Dunántúlt és Pest környéki bag nyelvterületet foglalja magába. És ez sikerült is, mert ehhez a kiíráshoz még hozzátették azt is annak idején, hogy a nemzetiségekre is fókuszáljunk, és így kialakult egy olyan menetrendje ennek a fesztiválnak, ami ezzel a kiírással különbözteti meg a többi nagy fesztiváltól itt Magyarországon. Néhány szó még a Pünkösdről, mely 3 év után ismét eredeti formájában várja az érdeklődőket. A fellépők közt lesz az Anna and the Barbies, a Hooligans és a Honey Beast is. A program részeként pedig egy különleges színházi élményben is része lehet a látogatóknak, akik a Robin Hood című musical tekinthetik meg a Babics Kulturális Központban. A rendezvények részletes programjai megtalálhatóak a Kulturális Központ honlapján és műsorfüzetében.